A Vízvilág napi rendezvény sorozatba illő rajzpályázat eredményeit hirdette ki a közelmúltban a Gyáli Kertbarát Egyesület. A három helyi általános iskolából 68 pályamű érkezett be, ezekből 16-ot találtak díjazásra érdemesnek. Köszönjük az iskolák igazgatóasszonyainak, a felkészítő tanárhölgyeknek, uraknak és minden résztvevőnek a segítségét, aki a NMS cél mellé állt. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket a szervezők nevében Király László elnök, aki azt is elmondta, hogy az alsó és felső tagozatos diákok komolyan vették a téma, illetve a víz fontosságát. A Gyáli Kertbarátok rendezvényén jártunk. A Gyáli Kertbarátkörnek ugye minden hónap utolsó csütörtökén van a taggyűlése, és sajnos olyan időpontban esik ugye a nőnap, hogy vagy nagyon korán van, vagy nagyon későn, és hát idő hiányában most tudjuk ezt a nőnap ünnepséget pótolni, és a pótlással egybekötve pedig a három iskolának kiírt Vízvilágnapra rajzpályázat pályaműveinek a díjátadása és a serlegek átadása, oklevelek, emléklapok következik egybekötve az ünnepséggel. Milyen kategóriából érkeztek a képek idebe? A alsó és felső osztályosoknak, mind a alsó a felsősöknek lett meghirdetve. A három iskolából összesen 68 pályamű érkezett, ebből 16 lett díjazva, a többiek pedig mind emléklapot kaptak az iskolából. Azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert nagyon jó felkészítő tanárhölgyek és urak vannak. Látszik, hogy a gyerekekkel komolyan foglalkoznak, és komolyan veszik a víznek a fontosságát. Ugye tudjuk, hogy a víznek nagyon nagy szerepet játszik a víz az életünkben, és hát ez meg is látszott a pályaműveken, nagyon-nagyon szoros versenyek voltak, nagyon szokon múltak a helyezések. Az eredmény hirdetésről kameránk sem maradhatott le. A következő pillanatokban a győzteseket, a különdíjasokat és a felkészítő tanárokat ismerhetik meg. Első helyezett Talapa Krisztián Ady Endre Általános Iskola 3. B-osztályos tanulója, felkészítő tanár Bodó Erzsében. Gratulálunk! Első helyezett Kenyeres Zoé, Ady Endre Általános Iskola 2. B-osztályos tanulója, felkészítő tanár Antalné Kármán Csilla. Külön díj Győr Vivien, Bartók Béla Általános Iskola 4. A-osztályos tanulója, felkészítő tanár Hornyák Ferenc. És külön díjban részesült Széphegyi Tamara, Bartók Béla Általános Iskola 4. A-osztályos tanulója, felkészítő tanár Hornyák Ferenc. Gratulálok! Első helyezett Kis Barbara, Zrínyi Miklós Általános Iskola 7. B-osztályos tanulója, felkészítő tanár Barna László úr. Gratulálunk! Külön díjban részesült a 8. B-osztály tanulói a Bartók Béla Általános Iskolából, felkészítő tanár Szigeti Márta. Gratulálunk! A Gyáli Kertbarát Egyesület nem csak a Vízvilágnapját, de a nőnap alkalmából, ha megkésve is, de a lányokat, asszonyokat is megünnepelte. A hölgyeket szegfűvel fogjuk megajándékozni, ez lesz nekik az ajándék meglepetés, természetesen, hát mivel hölgyek, virága illik köszönteni őket. Műsor lesz utána, ebéd lesz, és utána pedig zenetánc lesz következő, és baráti beszélgetés. A hölgyeket kulturális műsorral köszöntötték az Arany János Közösségi Házban.